good evening, everyone, and uh, thank you to chang an sunim for inviting me to say a few words. Jó estét mindenkinek, és hogy engem, hogy néhány szót unfortunately, i cannot speak uh, hungarian. Uh, i can only speak fisherman hungarian, but i will get to that later. Sajnos nem tudok magyarul beszélni, csak a magyar tudok, de erről majd később fogok beszélni. So my friend Barna will uh, translate, and I trust that he will make all my jokes funnier and make me seem more intelligent. And in general, I would say you're welcome to just add things that sound better, so you don't have to do a direct translation. Barátnak Barna fogja tolmácsolni nektek, amit mondok. Remélem, hogy sokkal viccesebbé fogja tenni azokat, amiket, azokat a poénokat, amiket elsütök, és fel is hatalmaznám, hogy nyugodtan turbozza fel egy kicsit a mondataimat magyarul. I would like to start by telling a story, uh, an ancient story, that um, starts on top of a mountain, as all great stories do. Egy történettel, egy nagyon régi történettel szeretném kezdeni, ami egy hegy tetején kezdődik, mint oly sok másik történet. And this story uh, takes place in a temple, uh, where there's a young student uh, who's learning Shaolin, and he's very enthusiastic, and he's very interested to become a master at Shaolin. Ez egy fiatal tanítványról szól, aki a Shaolin templomban nagyon uh, lelkesen gyakorol és nagyon uh, leérről szeretne mesterré válni. And one day this student goes to his master and he says, "Master, I want to be a great Shaolin master like you. How many years will it take me to be a master like you?" Egy napon A tanítvány oda ment a mesterhez és uh, így szólt hozzá, mester, ugyanolyan nagy mester szeretnék lenni, mint te. Mennyi időbe telik az nekem, míg egy ugyanakkor a mester leszek, mint te? master thinks and strokes his long white all kung fu masters do. And A mester gondolkozik egy kicsit, és a fehér szakállát simogatja, mint ahogy a Kill ezt láthattuk. 10 and the student says, "No, no, 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 no. That's, that's too long. That's too long. I want to become a master now. If I, if I wake up and I work very, very hard, all day long, from morning till night, then how long will it take me to become a master?" Na, na na. mondta a tanítvány, én tényleg nagyon-nagyon gyorsan mesterré szeretnék válni, ha holnap nagyon korán felkelek és elkezdek dolgozni, és egész végig nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozom rajta, na akkor, akkor mennyi idő alatt, mert én egy kicsit rövidebb idő alatt szeretnék mester lenni, mint az a tíz év. And the again, and his long white beard, and he says, Twenty years. A mester újra gondolkodik, egy kicsit simogatja a fehér szakállát, "Ostan. Who save?" So I tell this story because oftentimes, with Zen, um, people are always looking for the end product. They're always looking to gain or attain something. They're looking to attain enlightenment, they're looking to attain Nirvana or something else, any of these words that people use. Azért mondtam ezt a történetet, mert a zennel is az a helyzet, hogy az emberek sokszor nagyon eredmény és termékorientáltak. Tehát szeretnének megvilágosodást, szeretnének mindenfélét a végén, minél hamarabb. Az én véleményem az, hogy az egyetlen dolog, amit érdemes elérni, az itt, ez a jelen pillanat, és ennyi. I think when we talk about this, about attaining the present moment, it's oftentimes very difficult to to know what that means. Um, so I will I will tell you about last week when I was in Paks. Mikor a jelen pillanatról beszélünk, akkor sokszor nehéz ezt így felfogni. Hogy mit is jelent ez valójában. Ezért most a múlt hétről fogok beszélni Paksról. I was fishing in a lake next to the nuclear reactor. A nukleáris reaktor mellett pecáztam egy tavacskában. Because if you want to catch the biggest fish in Hungary, you have to go fish in a lake next to a nuclear reactor. Ha nagy halat akar szolgni, akkor az atomreaktor mellett pecázol természetesen. And the person I was there with uh, spoke no English, only Hungarian akivel ott voltam, nem beszélt egyáltalán angolul, csak magyarul. So we could only talk about what was in front of us. Csak arról tudtunk beszélni, ami ott volt előttünk. Turtle, frog, Teknős. béka, fish, hall, mosquito, 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 sunyog, 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 sunyog. And then Aztán... You have a fish. Volt egy hal. And there's no thinking involved. If you think about, is there a fish? Maybe that's a fish. The fish will be gone. Nem nagyon volt ott gondolkodás. Elkezdesz gondolkodni, vajon ez hal, nem hal, akkor a hal is ment. And that's it. Ennyi. So for me, really, uh, being in the present moment is the, is the main thing to, to our practice in Zen. Számomra a jelen pillanatban időzni ez a fő dolog, amikor zen gyakorlatról van szó. And when most people ask me why do I practice meditation or why do I practice zen, amikor az emberek megkérdik, hogy miért gyakorlom a meditációt, vagy miért gyakorolok zent. Well, I tell them probably what I think everyone would tell them, and it's to save all beings from suffering. Azt mondom nekik, amit általában mindenki mond mindenkinek, hogy mindenkit megmentsek a szenvedéstől. Maybe this is a bit extreme, but my point is that it's to save other people from causing them suffering, from me causing them suffering. Ez egy kicsit szélsőséges, de hát végül is erről van szó, hogy elejét vegyem annak, hogy az emberek egymásnak szenvedést okozzanak, hogy én szenvedik, okoznak nekik, és ők szenvedést okozzanak nekem. Because oftentimes in this life we're focused only on things that are in the future or things that are in the past, and we're never focused directly on this moment. And only if we focus on this moment will we know how to act correctly. Mert legtöbbször, vagy a jövőn gondolkozunk, vagy a múlton gondolkozunk, de a dolgoknak a megoldása kulcsa mindig a jelen pillanatban van. I think much of our lives we don't see what is around us. Uh, who the people are in the room, you know, what's going on outside, the birds, the trees. I don't know, the people yelling out of the apartment building next to you. Legtöbbször nem is látjuk, hogy kik vannak körülöttünk, nem látjuk, hogy mi van éppen a, a tájban, ahol vagyunk, hogy az emberek, akik kiabálnak az ablakon, ott vannak-e, nem látunk semmit. Because we're only living in the past or the present and we're not here. By practicing Zen and learning more about yourself and trying to understand more about your true nature, mert állandóan ide-oda libegünk, és mikor, mikor a saját természetedről, a saját igazi önvalódról szeretnél tanulni, It allows you to be able to be present in the moment that you're in with whoever you're in, whether it be your, your family or your friends, your loved ones, or whoever it is. Lehetővé teszi, hogy a jelen pillanatban időzzel, hogy, hogy, hogy jelen légy a szeretteiddel a barátaiddal vagy bárkivel aki éppen ott van és abban a pillanatban. Often times we walk around the world and we're so distracted with other things that when our own family give us a hug or the people that we love kiss us it means nothing so we might as well just be statues. Sokszor úgy járkálunk a világban és annyira el van terэл a figyelmünk, hogy sokszor amikor a szeretné a családunk megölel, vagy valaki szeretetet nyilvánít ki, nem is jelent semmit, akár uh, lehetnénk szobrok is. Because oftentimes our minds are not there, so we cannot actually feel the love or, or the presence or the laughter or the, the conversation that we're sharing with our, our friends and family. Mert a tudatunk nincs jelen, és ezért nem érezzük a, a szeretetet, nem, nem halljuk a kacagást, nem tudjuk megosztani a jelen pillanatot. I think it's also important to remember that we make time and oftentimes you know maybe you're sitting at your your work and you have a million tasks to do or, or maybe two million tasks and then you think okay how am i going to finish all of these tasks I only have, I don't know, however many hours to them. arra hogy fogom ezt mind megcsinálni. Van egy adott órád, egy adott mennyiség időd rá, és fogalmat sincs, hogy hogy fogsz a végére érni. And maybe you become very stressed and angry and frustrated. Nagyon stresszelni kezdünk, és frusztráljuk magunkat, és idegesek leszünk. And then at the same time, when you're sitting here in the temple for 40 minutes. És ugyanakkor, mikor itt a templomban 40 percen keresztül ülünk, it feels like an eternity, and you're thinking, okay, what am I going to do now? How am I supposed to sit here with my legs burning for the next two minutes? Olyan, mint egy örökké valóság volna, és azon jár az hogy hogy fogom ezt a következő két percet, hogy fogom kibírni az égnek a térdei még a hátam. So the next time that you're in that situation, just think to yourself that

sokszor azért nem tudunk a jelen pillanatban időzni, mert a különböző problémák felemésztenek. And this can often weigh you down significantly. És ezek sokszor nyomasztanak, lenyomnak a földre, földhöz vapítanak, következetesen. And we have all this weight, egy csomó súly, and problems, Csomó probléma, situations. Szituáció. and we don't know what to do with it, but we know that it's weighing us down. and it's just here. És... it's ennyi. but for me, i think i look at these situations and i, I... Is this, is this rock uh, Miles, or is it not Miles? Ránézek ezekre a szituációkra, és akkor azt nézem, hogy ez a kő, ez most akkor Miles, vagy nem Miles? Is this problem Miles, or not Miles? Ez egy probléma Miles, vagy ez nem a Miles problémája? Is this my situation, or not my situation? ez az én szituációm, én helyzetem, vagy nem az én helyzetem. Because ultimately everything comes from our mind. Mert végső soron minden a tudatunkból jön. And through our practice, in our Zen practice, we can take this weight and we can try to lighten it. És a Zen gyakorlat közben ezt a súlyt, ezt behetjük és egy kis fényt deríthetünk rá könnyebbé tehetjük ezáltal. We can try to move it or dissolve it so kicsit, that it's not so heavy. Kicsit mozgathatjuk, feloldhatjuk, könnyíthetünk rajta. Rendezhetjük. And often times because of this weight, we are prevented to acting in the way that we should and and helping people the way that we should. Sokszor emiatt, a sok súly miatt nem úgy viselkedünk, ahogy viselkednünk kellene, nem tudunk úgy reagálni szituációkra, ahogy kellene, és úgy segíteni embereknek, ahogy kellene. We're only focused on ourselves, mert csak magunkra and of this és erre a sok súlyra. Meg kell szabadulni tőle. And move it away. Venni és ellapátolni. And many people say, I don't have time for zen. I don't have time for meditation. Sokan azt mondják, hogy hát nincs nekem időm az zenre, nincs nekem időm meditálni. I'm too busy. Túl elfoglalt vagyok. But you have so much time. De annyi időd van. And a great zen master once said, egy nagy zenmester egyszer azt mondta, If you don't have time to meditate for a half an hour, ha nincs időt fél órát meditálni, then you should meditate for an hour. Akkor egy órát meditálj. So now I will tell you another story. Mondok még egy történetet. There were two Zen monks. Két Zen szerzetes. Walking down the road. Sétált lefelé az utcán. As apparently all Zen monks did back in the day. Akkoriban általában ez volt a fő főfoglalatosságuk a Zen szerzetesnek. I imagine in ancient China that there was traffic jams of Zen monks walking because in every story, Zen monks are walking somewhere. So there must have been hundreds of Zen monks crossing paths and moving all the time. Valószínűleg a, a régi Kínában egy csomó ilyen uh, zenszerzetes dugó lehetett, mert minden történetben azt hallom, hogy két zenszerzetes sétált, és annyi történet van, rengeteg zenszerzetes sétált ott egyszerre, valószínűleg egymásnak is ütköztek olykor. So these two monks were walking down the road. Szóval ez a két szerzetes ment az úton lefelé. And they reached a river. És egy folyóhoz ért. Ek. And at the river there was a young lady. És volt egy fiatal hölgy a folyónál. And one of the monks was a very strong fisherman before he was a monk. Az egyik szerzetes nagyon erős halász volt, mielőtt szerzetessé vált volna, szóval jó, jó kötés, csávó And the young lady could not cross the river. És a fiatal hölgy nem tudott átmenni a folyón. And the monks also had to cross the river. És a szerzeteseknek is át kellett volna menniük a folyón. So the fisherman monk grabbed the young lady and carried her across the river. a tagba szakadtabb szerzetes felkapta a fiatal hölgyet és átosont vele a folyón. And the other monk followed him across the river. A másik szerzetes követte. And then on the other side, The fisherman monk put the lady down, and she went her way. A másik oldalon a egykori halász szerzetes letette a hölgyet, aki, ahogy a lába földet ért, tova is ment útjára. So the two monks continued walking. Aki szerzetes pedig ment tovább. And eventually they reached the temple where they were going to go, as most Zen monks are headed. Ezt aztán elértek egy Zen templomhoz, ahova minden Zen szerzetes megy, amikor megy valahova. And when they reached the temple and were about to take some rest, és amikor a templomhoz értek és egy kicsit meg akartak pihenni, the other monk looked at the fisherman monk and he said, I can't believe what you just did. A másik szerzetes, nem a kemény, hanem a másik ránézett a volt halász szerzetes, és egy nem hiszem el, hogy mit tettél. And the fisherman monk said, What? What did I do? A halász szerzetes, mi, mi, mi van, mi van, mi van? And the other monk said, You carried that young lady. You touched that young lady. Azt a nőt, sőt, vitted, felvetted. And the fisherman monk said, I put the young lady down on the other side of the river. You're the one still carrying her. So I invite you now, with all of your weight and all of your rocks, szeretnélek megkérni benneteket mindenféle súlyokkal és mindenféle kövekkel, amik nektek van. To just put them down. Rakjátok őket le. And leave them by the river. És adjátok ott a folyó mellett. Beszédem elején azt mondtam, hogy a nirvána meg a megvilágosodás nem olyan fontosak. But I think In a way, maybe they are. And maybe that's a contradiction, but Zen is full of contradictions. Because if you've ever fired a bow or looked at how a plane flies, if you want to reach this target, oftentimes you have to shoot here. Or if you're flying a plane and you want to land here, you have to create your trajectory, which focuses more here. Mert hogyha már valaki lőtt íjjal, vagy látott repülőt repülni, akkor az íjjal, hogyha mondjuk itt van a célpont, akkor fölé kell célozni, és akkor fog a célba érni, vagy hogy a repülő is, hogyha itt akarunk landolni, akkor meg kell fölötte célozni, és akkor pont oda fogunk érni. So maybe we will never reach this point, and that's not important, because if we get here, we will be greater people as is, and that's what's truly important lehet, hogy csak ide érünk el, és nem oda, de ha ide érünk el, akkor az már jó, mert akkor már jobb emberek lettünk. So with that I say, so with that I say that we all strive to try to be as best as we can be, and to try to gain deeper insights into our true selves. We drop our rocks on the ground, azt akarom ezzel mondani, hogy mindannyian küzdünk, killódunk, dolgozunk, próbálunk jobb emberek lenni, próbálunk, próbáljuk a köveket kipakolni a zsebeimből. Aztán talán a, arról is megbizonyosodhatunk, hogy a, a, a víz, amit felajánlunk, az tiszta. És hogyha ez sikerül elérni, akkor So, I invite you all, if you would like to borrow a rock, you're welcome to borrow a rock for the time at the, while you're here at the temple. I can't give you the rock because they're not mine, they're the temple's rocks. But that's not the point, anyways. But you can borrow the rock and think of something. It doesn't have to be large, it can be something small. and I want you to take it and then leave it and drop it and let it go. A, a, arra szeretnék mindenkit megkérni, hogy nyugodtan vegyen kölcsön egy követ. Vegye, ez nem tőlem veszi el, nem az én kövem, ez tulajdonképpen a templom köve vagy a földi. Szóval vegye a követ, és uh, ki, és hagyja ott. Persze akkor mindenki kell elvenni, de mindegy. And if you could kindly drop it és a lehet akkor az irodához minél közelebb hagyjátok, mert onnan vette kölcsön ő is. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.